szelíd, rákgyógyítás. A stressz, a szorongás, a depresszió visszaszorításával a daganatos betegek túlélési esélye is nő, hangzott el egy nyíregyházi előadáson. Közeleg a határidő. Március 15-éig kell a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjét 3 millió forintra emelni. A stressz, a szorongás, a depresszió visszaszorításával a daganatos betegek túlélési esélye is nő, hangsúlyozta a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság elnöke nyíregyházi előadásán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! DGL Csaba kiemelte, a betegek úgynevezett distressz szintjének és életminőségének javítása ma a legtöbb országban már emberjogi kérdésnek számít. A pszichoonkológus a Debreceni Egyetem egészségügyi karának tudományos diákköri konferenciáján tartott előadást. Mint mondta, a leendő egészségügyi szakembereknek is jobban ismerniük kell a rákbetegség gyógyításának szelíd módját. A Debreceni Egyetem egészségügyi kar tudományos diákköri tanácsa több mint negyed évszázada koordinálja a hallgatók tudományos diákköri munkáját, kiemelt jelentőségűnek tartja a kutatómunka iránt érdeklődő hallgatók felkészítését és támogatását. A tanács minden évben megrendezi konferenciáját, amelyre egészségtudományi és társadalomtudományi területekről érkeznek hallgatók és pályamunkáik. Az idei rendezvény teltházas volt. A specialitását ebben az évben az adja, hogy egyrészt nemzetközi jellegű a plenáris előadásunk, a szekciókban pedig az országból egyéb képzőhelyekről védőnőképzést illetően érkeztek delegáltak, és így az országban folyó védőnőképzésben tanuló hallgatók tudományos munkái fognak ma itt egy bizonyos szinten megmérettetni. A rendezvényen a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság elnöke is tartott előadást. DGL Csaba kiemelte, a daganat és a daganatos betegség önmagában nem lelki eredetű, viszont köréjük olyan pszichológiai és társas folyamatok, helyzetek kapcsolódnak, amelyek magát a betegséget legtöbbször súlyosbítják. A pszichoonkológiának tulajdonképpen alapvetően két nagy célja van. Az egyik, hogy a daganatos betegséggel együtt járó stresszes állapotokat, amit úgy nevezünk, hogy daganatos distressz, ennek a szintjét elviselhetővé tegyük, és olyan szintig levigyük, olyan szintig tartsuk kézbe, hogy ez magát a betegséget és a felépülést, a daganatos folyamatot ne akadályozza. Másrészt a betegeknek az életminősége az, ami tulajdonképpen központi téma, és mindkét kérdést, a daganatos distresszt és az életminőségnek a javítását is egyébként egyre inkább emberjogi kérdésnek tekintik, ugyanis a daganatos betegség jelenleg a harmadik, de legtöbb országban a második legnagyobb gyilkos és a legnagyobb betegség teher a társadalom részére. Ahol lelki segítség is kérhető, ott duplájára nő a túlélési esély, mondta DGL Csaba, majd hozzátette, az öngyógyítás teljes mértékben lehetetlen, de a megfelelő körülmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetben a gyógyulást elősegítő folyamatok játszódjanak le. Németországban fogták el egy olajjal kereskedő bűnszervezet egyik évek óta rejtőzködő tagját. A mafia szerűen működő bűnbanda bonyolult számlázási láncon keresztül ipari olajat hozott be Szlovákiából és Romániából Magyarországra. A számlázó cégek vagy nem fizettek áfát, vagy fiktív számlák révén adót igényeltek vissza. Ezzel a módszerrel a bűnbanda csak nem 800 millió forint adót csalt el. A NAV 2013-ban több mint 20 helyszínen tartott házkutatást, több megyei és budapesti cég székhelyén. A felszámolt szervezet 10 tagjával szemben 2015 végén javasoltak vádemelést, a bűnbanda két rejtőzködő tagja ellen pedig körözést rendeltek el. Utóbbiak közül az egyiket európai elfogató parancs alapján Münchenben tartóztatta le a német rendőrség, majd Hegyeshalomnál adták át a magyar pénzügyi nyomozóknak. Közeleg a határidő, ameddig a korlátolt felelősségű társaságoknak törzstőkéjüket 3 millió forintra kell emelniük. A polgári törvénykönyv által előírt kötelező módosítás eredeti határideje tavaly volt, azonban további egy év türelmi időt adtak. A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15-e, így legkésőbb április 14-éig kell a változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.
2013-ban fogadta el a parlament az új polgári törvénykönyvet, már akkor annak a hatályba lépését 2014. március 15-ében határozták meg. A korlátolt felelősségű társaságokat érintő módosításokra, többek között a törzstőke emelésre 2 év türelmi időt adtak. A tavalyi időpontot azonban módosították, 1 év további türelmi időt adtak a KFT-knek, hogy 3 millió forintra emeljék meg törzstőkéjüket, mondta el 35 perc című műsorunkban Toma Attila, a nyíregyházi törvényszék szóvivője. Nagyságrendileg tudom mondani, hogy 15 ezer számot meghaladja a megyében dolgozó KFT-knek a száma. Ebből egy olyan 10% körül, én úgy tudom, ez viszont már pontos adat, 1500 körüli az, amelyik még a törvényi kötelezettségét ez idáig nem teljesítette, illetve egy országos adattal tudok szolgálni, hogy egy kicsit elhelyezzük ezt a számot így a megyék sorában. 65 ezer KFT nem tette még meg ezt a tőke emelését. Ebből a mi megyénket, még egyszer mondom, szűk 1500 érinti. A szóvivő hozzátette, a határidő és a törvényi előírás vízválasztó lesz a KFT-k életében. Ez a határidő arról szól, hogy a KFT-nek el kell dönteni azt, hogy ebben a formában működnek-e tovább. Tehát dönthetnek úgy is, március 15-ig, hogy nem kívánnak ebben a formában, tehát KFT formában tovább működni, nem fogják megemelni ez esetben a törzstőkéjüket az előírt 3 millió forintra. Átalakulhatnak más gazdasági formává, egyesülhetnek, tehát számtalan lehetőség van. Ilyen módon ez egy vízválasztó is lesz, kiderül, hogy hány KFT fog maradni. A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15-e. Ezután 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy a hivatalos papírokat eljuttassák a bíróságra, így legkésőbb 2017. április 14-éig kell a változás bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon, kizárólag elektronikus úton. Késedelmes benyújtás esetén törvényességi felügyeleti eljárás indulhat a céggel szemben. A munkaerőhiány akadályozza a települések fejlődését és gazdasági növekedését Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, közölte a baloldali önkormányzati közösség megyei elnöke. Máté Antal szerint a hiány oka, hogy a közfoglalkoztatási programban túl nagy létszám van, alkalmaznak olyanokat, akik az elsődleges munkaerőpiacon is dolgozhatnának. Jelenleg a közfoglalkoztatotti státuszban lévőket a társadalom látja el, pedig a munkaerőpiacon bevételt termelnének, hangzott el a sajtótájékoztatón. A legnagyobb probléma, hogy ebben a különböző felek ellen érdekeltek, hiszen az önkormányzatok gyakorlatilag a feladatokat csak közfoglalkoztatás keretében tudják ellátni. Nagyon sok olyan státuszon vannak közfoglalkoztatottak, ami egyébként szaktudást igényelne, de a finanszírozási rendszer nem teszi azt lehetővé, hogy betöltsék ezeket az álláshelyeket. Ezért az önkormányzatok maguknál tartják a közfoglalkoztatottakat, akik így nyilván alacsonyabb bérért dolgoznak. A Jobbik készen áll 2018-ban leváltani a Fideszt, jelentette ki keddi nyíregyházi sajtótájékoztatóján az ellenzéki párt országos alelnöke. Fülöp Erik elmondta, a párt által indított nemzeti konzultáció kérdőíveit 500 ezeren küldték vissza a pártnak, így a Jobbik képet kaphatott arról, hogyan látják a választópolgárok az egészségügy, az oktatás vagy a korrupció jelenlegi helyzetét. A Jobbik kormányra kerülése esetén feloldaná az elmúlt évtizedek titkos aktáit, elszámoltathatóvá tenni a politikusokat, és kötelezővé tenni azok vagyonosodási vizsgálatát is. Rendkívül fontos pont az elszámoltatás kérdéskörében, pedig a politikusok által elkövetett bűncselekményeknek a sokkal szigorúbbá tétele lenne, egyfajta dupla büntetési aránynak az alkalmazását javasolná Jobbik, és ezzel kapcsolatban akár a büntetőtörvénykönyvnek, akár pedig a kapcsolódó jogszabályoknak a módosítását kezdeményezni. Időközi polgármester és képviselő választást tartanak vasárnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ópáiban, tudta meg az MTI. A választást azért kell megtartani a 3000 lelkes településen, mert a képviselőtestület 2016. november 2-án megtartott ülésén feloszlatta magát.
A polgármesteri tisztségért Erdélyi Miklós korábbi polgármester mellett Medve László, Szántó Imre, Herdon János, Bazula Sándor és Minárcsik Brigitta egyaránt függetlenként, míg Páskú Károly a Magyar Munkáspárt színeiben indul. A hat képviselői helyre 37-en pályáznak, mindannyian független jelöltek. A 2350 választásra jogosult vasárnap reggel 6 órától este 7 óráig adhatják le szavazataikat a község két szavazókörében. Összeomlott egy épülőház állványzata zsalúzás közben Nyíregyházán. Betonozáskor történt a baleset. A helyszínen dolgozó 8 munkásból egyet könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. Egységes ítélkezési gyakorlatot vezetnek be a közeljövőben a társasházi peres ügyekben. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Megyei rangadót nyert a Mátészalkai MTK a női kézilabda NB2-ben. A 13. fordulóban lejátszott mérkőzésen az északkeleti csoportban éllovas MMTK 25-18-ra verte a Kölcsei DS-e csapatát. Megszakadt a nyíregyházi kosársuli győzelmi sorozata. Farkasinszky Gyuláné együttese 14 zsinórban sikerrel megvívott mérkőzés után Szegeden 79-54-es vereséget szenvedett a hazaiaktól. Egységes ítélkezési gyakorlatot vezetnek be a közeljövőben a társasházi peres ügyekben, közölte a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Bék Ágnes erről a szervezet nyíregyházi fórumán beszélt. Hozzátette, erre azért van szükség, mert a bíróknak nincs egységes álláspontjuk az azonos ügyekről. 8. éve szervez országos körutat a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete. Budapest mellett 18 vidéki helyszínen, köztük Nyíregyházán is tartanak fórumot. Ezeken a roadshow-kon a társasházakat és lakóit érintő legfontosabb témákban hallhatnak előadásokat az érdeklődők. Az országos konferencia körutaknak mindig hármas témája van. Egyszer egy pénzügyi, egyszer egy műszaki, illetve egy jogi témakört dolgozunk fel. Társasházi közös képviselőket, számvizsgáló bizottsági tagokat, lakásszövetkezeti tisztségviselőket, illetve érdeklődő tulajdonosokat várunk ezekre a konferenciákra, hiszen itt mindig értesülhetnek a legaktuálisabb jogszabályi változásokról, a legfrissebb műszaki fejlesztésekről. A társasházban élők sokszor szembesülnek különböző problémákkal, az egyszerűbb lakóközösségi konfliktusoktól kezdve a komolyabb ügyekig, mint például amikor a nemzeti eszközkezelő veszi át a tulajdonjogot és nem tudja, kinek kell fizetni a közös költséget. Ezek sok esetben társasházi peres ügyekké válnak és a bírósághoz kerülnek. Ennek fő oka, hogy a közös képviselők nem ismerik a társasházi törvényeket és nem követik a folyamatos jogszabályváltozásokat. 2016-ban állt össze egy munkabizottság, amelynek tagjai egy egységes ítélkezési gyakorlatot alakítanak ki a bírók számára. A munkacsoport összegyűjtötte az ország területéről, a megyei törvényszékekről a társasházakkal kapcsolatos pereket, és ezek alapján fogják kiadni azt, hogy milyen útmutatót mutatnak majd a bírók részére, tekintettel arra, hogy több témában egészen másképp ítélkeztek az ország egyik felében, mint a másikban, és ebbe egy egységes állásfoglalást fog kiadni majd a kúria elnöke. A magyarországi társasházak közel fele az 50-es években épült, és mindössze 8%-uk fiatalabb 37 évnél. Ezek energiakorszerűsítése akár 50%-os rezsicsökkenést is jelenthetne a lakók számára. A fejlesztésekre hitelt vehetnek fel, de lakástakarék pénztári megtakarítással együtt 10 év alatt akár 3 millió forint állami támogatást is kaphatnak. Legkézenfekvőbb és a megtakarítások közül a legjobb az, hogyha ehhez a hitelhez lakástakarék pénztári megtakarítást kapcsolunk. Természetesen ez lehet régi lakástakarék pénztár, lehet új szerződés, amit ehhez a hitelhez fedezetként bevonunk. Ugye a lakástakarék pénztárnak továbbra is 30% az állami támogatása, kamatadómentes betéti kamatot kap, tehát ebben a megoldásban lényegesen magasabb a hozama, mint bármilyen más konstrukciónak. A társasházak az egyik pénzintézetnél most pályázni is tudnak másfél, 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra. Ennek köszönhetően 10 társasház és lakásszövetkezet juthat plusz forráshoz. Három kategóriában várja a pénzintézet a projektötleteket: energetikai fejlesztésre, személyi és vagyonvédelmet támogató beruházásokra és lakóközösségi programok szervezésére.
Megyei rangadót nyerte a Mátészalkai MTK a női kézilabda NB2-ben. A 13. fordulóban lejátszott mérkőzésen az északkeleti csoportban éllovas MMTK 25-18-ra verte a Kölcsei Déese csapatát. Ősszel Nyíregyházán a Kölcsei Déese 4 góllal legyőzte a Mátészalkát, a listavezető szatmáriaknak ez az egyetlen vereségük a szezonban. A presztízsen kívül így a visszavágás vágya is fűtötte a hazaiakat, akik 13-9-re nyerték az első félidőt. Szünet után zárkózni kezdtek a vendégek, sőt a 43. percben utól is érte ellenfelét Hadobás István együttese. A hajrá azonban a Mátészalkaiaknak sikerült jobban, a kis Brigitta és Vakas Krisztina által vezérelt vendéglátók elléptek ellenfelüktől, és végül magabiztosan 25-18-ra nyerték a megyei rangadót. Nagyon-nagyon készültünk erre a mérkőzésre, egész héten ez járt a fejünkben, ami meglátszott a játékunkon is. Hát úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a fél időben egy kicsit megültünk, de nagyon akartunk, videóztunk, inkább a védekezésre fektettük a hangsúlyt, amit úgy gondolom, hogy be is jött. Az első fél idő szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jó volt a védekezésünk, összeállt, támadásban egy picit akadoztunk, de mégis azt gondolom, hogy ez így volt jó, ahogy. Hát a második fél időben úgy gondolom, ott egy picit megpihentünk, ott maradtunk, ezért magunkra rántottuk úgymond az ellenfelet, de aztán sikerült egy picit rendet rakni a fejünkbe, és így sikerült megfordítani. A vendégek edzője, Hadobás István szerint az eredményt jelentősen befolyásolta, hogy több nehézséggel is meg kellett küzdeniük a mérkőzés előtt és alatt. Kelemen Gréta beteg lett hétközben, csütörtök edzésről haza is kellett mennie, Rabina Ineznek a térde fájt, Katona Kriszti szintén sérülten játszott, és hát ugye a 10-15. Percben most kiszállt még Gyimesi Lola is, ő most sérült meg. Egy szó mint száz, nagyon készültünk, szerettük volna bebizonyítani, hogy nem volt véletlen az őszi győzelmünk, de én azt gondolom, hogy részint megérdemelten nyert a Mátészalka, de méltóbb játékvezetést kívánt volna ez a megyei rangadó. Az NB2 északkeleti csoportjának tabelláját a Mátészalkai MTK vezeti 24 ponttal, megelőzve a 20 pontos Hajdúböszörményt, a 18 pontos Vizesabonyt és a 16 pontos Kölcsei Déesét. A következő fordulóban a Mátészalka Vitkára látogat, a Kölcsei Déese pedig a Vizesabonyt fogadja. Megszakadt a nyíregyházi kosársuli győzelmi sorozata. Farkasinszky Gyuláné együttese 14 zsinórban sikerrel megvívott mérkőzés után Szegeden 79-54-es vereséget szenvedett a hazaiaktól. Az NKS továbbra is az élen áll az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. Már a bemelegítésnél elveszítette egyik kulcsjátékosát a vendégcsapat, Pál Vivien bokasérülést szenvedett, így nem a megszokott nyíregyházi kezdő ötös futott ki a pályára. A nagyon motivált hazaiak 5 ponttal nyerték az első negyedet, majd a második 10 percben 9 ponttal növelték előnyüket a tiszapartiak. A fordulás után sem változott a játék képe, bár a vendégek igyekeztek, nem találtak fogást a szegedi csapaton, amely a hajrában sem csökkentett a tempón, és végül 25 pontos győzelmet aratva vetett véget az NKS 14 meccses sikerszériájának. Nem jó dolog, hogy kikaptunk Szegeden, de ez benne volt. Tehát minden tekintetben, tehát aki nézze az eredményeket és látja, hogy a szegedi mérkőzést az igazán vendégcsapat nem nyert az utóbbi időben, tehát egyszerűen vagy annyira jól készülnek, vagy annyira jó a hazai pályájuk, vagy a mi esetünkben azért én kimerem jelenteni azt, hogy volt egy enyhe játékvezetői talán elfogultság is, most nem azt mondtam, hogy elfogyták a mérkőzést, de engedték azt a stílusú játékot, amit a mi csapatunk is igazából nem szeret. Ez igazán kemény, agresszív, esetleg néha már azt mondom, hogy talán a fault határon túllévő dolgokat is, ettől függetlenül nem ez volt az oka az egész vereségünknek. Talán igen, hogy régóta voltunk talán veretlenek, nem sikerült talán úgy a felkészülésünk se. A nyíregyházi csapat legrutinosabb játékosa, a Farkasinszky Orsolya bízik abban, hogy a szegedi vereség után már a következő mérkőzésen visszatalálnak a korábbi útra. Egy vereség mindig emészti a játékosokat, engem személy szerint legalábbis mindig, viszont bízom benne, hogy jókor jött ez a vereség, ahhoz, hogy esetleg a további céljaink azok megmaradhassanak. Ha a Vasas mérkőzés ugye itt a hétvégén itt lesz, akármilyen sorról is kell neki mennünk, én ettől függetlenül bízom a győzelemben, bízom a kadettkorúakban, abban, hogy ők fel fogják ezt vállalni, és ugyanolyan keményen, ahogy a saját korosztás meccseiken szoktak menni, úgy mennek, és akkor én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez a mérkőzés meg lehet. Ha ez megvan, akkor pedig tudnánk tartani továbbra az első helyünket, játszanák ugye a nyugati csoport negyedikével, és akkor még mindig ott vagyunk, ahol a célunk van, hogy 4-be juthassunk.
Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 15 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 14-3-as mutatóval rendelkező Szegedet és a 13-3-mal álló Vasas Akadémiát. Az NKS szombaton a Vasas Akadémia csapatát fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A stressz, a szorongás, a depresszió visszaszorításával a daganatos betegek túlélési esélye is nő, hangsúlyozta a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság elnöke nyíregyházi előadásán. DGL Csaba kiemelte, a betegek úgynevezett distressz szintjének és életminőségének javítása ma a legtöbb országban már emberjogi kérdésnek számít. Közeleg a határidő, ameddig a korlátolt felelősségű társaságoknak törzstőkéjüket 3 millió forintra kell emelniük. A polgári törvénykönyv által előírt kötelező módosítás eredeti határideje tavaly volt, azonban további 1 év türelmi időt adtak. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 28-án. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is böngészszék weboldalunkat, ott további híreket, magazinműsorokat is találhatnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós esős időre számíthatunk, egy gyors mozgású hidegfront éri el hazánkat az esti órákban, ami esők, záporok kíséretében holnap estére át is vonul felettünk. Az éjjeli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, hajnaltól eső, zápor is várható, a délies szél élénk marad, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte borult lesz az ég, majd délután nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor főként a nap első felében várható. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. A mai melegfronti hatást éjszakától hidegfronti hatás váltja föl. Csütörtökön egy újabb hidegfront okoz átmeneti felhősödést, néhol kisebb esőt, a hét végén ismét több napsütésben lesz részünk, és egyre melegebb levegő érkezik fölénk, emiatt enyhébbek lesznek az éjszakák. A jövő héten változékonyabbra fordul az idő, több lesz felettünk a felhő, és több helyen eshet az eső, pár fokkal hűvösebbre fordul az idő.